Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, Önök a Weekend című magazin műsorunkat látják szilveszter napján. Koktélokat készítünk, babonákról, hiedelmekről, népszokásokról is beszélgetünk, és kollégáinkat is vendégül látjuk, akik saját szilveszteri szokásaikat osztják meg velünk. Első vendégeim már itt ülnek a stúdióban, Csordás János, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum sipkai szakoktató tanára, és Menyhárt János, az intézmény tanulója, ő nem ül, hanem már javában dolgozik, és nagyon sok finomságot is készít, szinte pár perc alatt. János, minden diákod ilyen szuper ügyes? Megpróbálok mindenkiből ilyen ügyes szuper diákot faragni. Van, akivel egyszerűbb dolgunk, van, akivel természetesen sokkal nehezebb, de elsősorban mi itt az iskolában élménypedagógiát szeretnénk nyújtani a gyerekeknek. Természetesen nagy részt ők előképzettség nélkül érkeznek az iskolánkba, és mi először meg akarjuk hozni a kedvet nekik ahhoz, hogy ők a vendéglátásba, turizmusba, kereskedelembe, marketingbe dolgozzanak, és itt Nyíregyházán öregbítsék az iskolánknak a hírnevét, bár hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon sok diákunk természetesen nem csak Nyíregyházát választja majd a jövője céljául, hanem elmennek a világ bármelyik táján, találkozhatunk sipkais diákkal. És ott meg is állják a helyeket. Igen, hál' Istennek, én nagyon örülök ennek, hogy kapjuk 5-10 év múlva vissza a köszönő leveleket, a bejegyzéseket a diákjainktól, volt diákjainktól, hogy valamilyen szinten egy kenyeret, ugye pénzkeresetési lehetőséget adtunk nekik, és a családjuk már ebből él, és mindig nagy szeretettel gondolnak vissza a mi iskolánkra. És azt hiszem ez a visszaigazolás, a visszacsatolás a mi munkánknak, hogy ilyen nagyszerű embereket sikerül képeznünk. Azt mondtad, egyébként nem csak Jánosok vannak az iskolában, mert most mind ketten ugye Jánosok vagytok, hogy ő kifejezetten egy tehetséges diák, és említetted, hogy sokszor előképzettség nélkül érkeznek az iskolapadba. János, te tudtad, céltudatosan érkeztél, vagy volt valami elhivatásod, vagy elhívásod erre a szakmára? Persze, céltudatosan érkeztem, hogy kipróbáljam magam a turisztika és a vendéglátás világában, és hogy ezeket a tapasztalatokat, amiket így gyűjtök, majd tudjam kamatoztatni. Neked voltak mondjuk olyan kellemes emlékeid gyerekkorodban, mondjuk étteremből, vagy egy nyaralás során, ami miatt aztán ezt a pályát választottad? Igazából ez egy ilyen eléggé gyors döntés miatt született meg. És de jó helyen vagy, most ezt élvezed. Igen, és nem bántam meg. 13-os vagy, úgyhogy lassan már akkor itt a vége felé jársz a tanulmányaidnak. Te mire készülsz? Itthon kamatoztatod majd a tudásod, vagy valahol egy óceánjárón, vagy egy tengerparton találkozunk majd veled? Hát először itthon, majd esetleg Németországba, vagy Angliába, vagy talán még messzebb, de ki tudja. Na majd meglátjuk, miket készítettél most itt ez alatt a pár perc alatt. Ugye ezekben nincsenek alkoholok, már csak azért, hogy nehogy véletlenül elcsábuljunk, ugye? De hát azért természetesen szilveszterkor sokan alkoholos koktélokat is fogyasztanak. Viszont én közben megkóstolom, jó? És akkor kedves segítségére. Tehát ez egy klasszikus piña colada, annak az alkoholmentes verziója. Így van, a Virgin változata. Megváltozott az alkoholfogyasztási szokás Magyarországon, tehát évről évre, évtizedről évtizedre lehet ezt látni, és ma már sokkal lazább szerkezetű italokat, tehát tényleg ez egy életérzés, hogyha valaki egy ilyen koktélos porrat tart a kezében, nem arról szól a szilveszter már, hogy gyorsan, nagy mennyiséget, tömény alkoholt fogyasszunk, hanem szépen egy baráti társága, vagy a szeretteink családunk körében, kicsit ilyen hangulatosra, viccesre ígyük magunkat, és ezek a koktélok meg tökéletesek. Azért hoztuk ezt a két koktélt, mert szinte ezek a legnépszerűbbek a mai vendéglátás területén, ebből adnak el a legnagyobb mennyiséget. Üdítőek, frissítőek, tehát a célnak tökéletesen megfelelnek, és nagyon jó látványt nyújtanak, főleg egy műsorvezető kezében. Egyébként tudod, mi az érdekes, hogy belekóstoltam, igazándiból lehet, hogy az alkoholos változatánál sem érzi az ember annyira az alkohol, tehát nagyon, nagyon kicsi a különbség. Igen. Tehát én simán azt hinném, hogy ez alkoholos. Igen, a cukor hatására ugye, mert nagyon hamar felszívódik az alkohol, tehát azért kicsit csalósak ezek az italok. A receptúrák azok kötöttek, az ilyen hagyományos klasszikus koktéloknál nem szabad megváltoztatni, tehát hogy én így szeretem, hogy
egy deci fehér rumot öntök bele, azt egy kicsit zárjuk ki, és ez tényleg olyan, hogy itatja magát, és egy idő után veszük észre, hogy na már jól érezzük magunkat, most már lehet táncolni, bulizni. Egyébként ez olyan fura, hogy meg kell tanítani a diákokat alkoholos italokat is készíteni, úgyhogy közben ők ezt nem kóstolják meg, vagy... Egy kicsit bajban vagyunk ezzel természetesen. Jánosik a duális képzés keretein belül vannak nálunk. Fél év után tesznek egy ágazati vizsgát. Szakács, cukrász, pincér és turisztikai szakemberként számítunk majd rájuk, és kimennek külső munkahelyekre. Ott viszont a munkahelyek annyira jó partnerek a mi iskolánknak, hogy például ott az alkoholos italoknak a készítését, felszolgálását, étel, ismeret, tehát mindenbe segítenek. Mire a gyerekek visszajönnek majd másik év múlva a vizsgára, addigra már tényleg egy komplex szakembert kapunk vissza. Tehát komolyan mondom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk ilyen téren, mert az ilyen diákok tartanak bennünket is, szakoktatókat is kicsit ilyen frissen, és nem engedik, hogy eltunyuljunk. Tehát olyan kérdéseket tesznek fel, meg olyan videókat osztanak meg, amire az embernek igenis reagálni kell. Tehát úgy kell órára menni, hogy igencsak felkészültem. Képben kell lenni, így van, abszolút. Így van. De ez jó különben. És tehát, van olyan, hogy esetleg ők tanítanak valamit neked? Pont erről beszélgettünk valamik nap az egyik osztályjal, hogy mi tanárok, pedagógusok legalább annyit tanulunk tőlük, mint amennyit ők tőlünk. Tehát ez egy interaktív dolog, oda-vissza működik, és tényleg frissen tart bennünket ez a történet, hogy a gyerekek folyamatosan mutatnak új trendeket. Nagyon sok italfogyasztási szokást, vagy ételfogyasztási szokást tőlük tanulunk meg, és akkor közösen kidolgozzuk ennek a gyakorlati részét. És ez nagyon-nagyon jó érzés különben, hogy ők ennyire oda teszik magukat, nem pedig egy ilyen szenvedő alanyként vannak jelen az oktatás keretein belül. Tehát tényleg hálás dolog így a Sipka iskolában dolgozni. Élményüket tanítani egyébként milyen tanár úr? Szigorú nagyon? Kedvenc tanárom. Tényleg? Igen. Köszönöm szépen. És mi az, ami mondjuk, tehát mi az a nagyon-nagyon fontos dolog, amit tőle tanultál? Akár egy ilyen trükkre gondolok, akár valamilyen filozófiai vagy lelki útra való, amit magaddal viszel majd. Tanár úr segítségével sikerült megbizonyosodnom arról, hogy én igenis a vendéglátásban szeretnék dolgozni. Hát azt gondolom, hogy ettől jobb visszajelzés nem is kell. Egy picit még kanyarodjunk vissza a koktélokhoz. Nyilván nektek is vannak kedvenceitek. Befolyásolja az, hogy valaki mit szeret, hogy éppen mi a trend? Vagy az ízlelő bimbókat nem az aktuális divatirányzatok késztetik arra, hogy valamilyen koktélt válasz? Mi ugyanúgy részt veszünk ezekbe a fogyasztásokba természetesen, és természetesen a mi szokásainkat is a trend nagyban befolyásolja. Tehát ha belegondolok, hogy annak idején ugye én is a Sipka iskolának voltam a tanulója, aztán majd a vendéglátás területén dolgoztam különböző lépcsőfokokon, hogy akkor miket ettek és miket ittak az emberek, tehát már a köszönő viszonyban sincsen. Tehát nekem is az egyik kedvencem például a piña colada. Igaz, hogy egy kicsit ilyen nőies italnak tűnik, de nagyon sok férfi, illetve a női vonulat az már egy kicsit úgy felcserélődik. A hölgyek is szeretnek erősebb italokat kipróbálni. Tehát itt a nemiség ilyen téren eltűnik, de tényleg ahogy megjelentek az új italok, meg én azt gondolom, Magdus, hogy a rendszerváltás óta szinte semmi nem fejlődött ilyen nagyot, mint a vendéglátás, és hál' Istennek ez Nyíregyházán is tetten érhető. Vannak nagyon-nagyon jó szakemberek, nagyon jó vendéglátóipari egységek, amit nyugodt szívvel tud az ember ajánlani bármikor, és hogyha eljönnek ide Budapestről, vagy Nyugat-Európából, vagy Japánból a vendégek, akkor nagyon megrökönyödve látják, hogy itt mekkora fejlődése ment keresztül a vendéglátás. És ez tényleg ez is egy nagyon jó érzés különben, hogy ennek egy picike kis alkotó elemei vagyunk mi, illetve majd hozzátesszük őket. És hogyha évek múlva megyünk a városba, például a gyerekeimmel, vagy ismerősökkel, akkor folyamatosan ezek a visszajelzések, hogy jó napot kívánok, én köszönések. És nekem is a gyerekem azt mondta, hogy lassan nem tudunk beülni sehova, ahol ne tudnánk 10 percet beszélgetni a személyzettel. Ez valahol áldás is, meg ugye, hogy az ember a privát szféráját nézi, akkor egy kicsit átok is, na de inkább sokkal több jót kapunk természetesen. Én is ezt gondolom, és most az jutott eszembe, hogy ezt mondtad, hogy azért mi szabolcsiak tényleg legyünk büszkék, hiszen ugye itt olyan csodálatos pálinka főzdék vannak, és valóban a megyei értéktárnak a részét képezik, úgyhogy lehet, hogy ezek a sipkai diákok is tulajdonképpen ilyen értéket képviselnek, illetve ennek méltó partnerei, akár a gasztronómiának, akár a vendégszeretnek.
szeretetnek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, istenik a koktélok, köszönjük. Nagyon sok sikert kívánunk, kitartást az utolsó évekhez, és nagyon sok hasonló szakmai sikert, Jánosok, köszönjük szépen, boldog új évet kívánunk nektek. Boldog új évet. Kedves nézőink, egy kis programajánló következik. Mit tegyünk, és mit ne, mit főzzünk, és mi ne kerüljön semmiképp az asztalra, számos újévi hiedelem, babona és népszokás él, melyek persze nem csak ételekkel kapcsolatosak. Vendégünk dr. Pál István etnográfus, a Sóstói Múzeum falu nyugalmazott igazgatója, aki ennek a témának is azt gondolom, hogy szakavatott mestere. Szia, jó estét! Szervusz, jó estét! Először egy kicsit beszéljünk arról, hogy maga a szilveszter, meg az új év, az mióta is kerül ünneplésre mondjuk itt Magyarországon, vagy Európában? Hát az új évet tulajdonképpen mindig megünnepelték, csak nem január 1-én, és nem december 31-én zárult az új év, hiszen már az ókori római időszakra visszanyúló ez az esemény sorozat, már akkor is Janus, ugye a kétarcú istennek hódoltak a nagy bulikat rendezve az emberek, és január 1-ét az Julius Caesar a naptárreformjával nevezte ki hivatalosan is új év ünnepének, és akkor akik eléggé szertelen módon hangoskodtak, nagy rendezvényeket csináltak a Rómának az utcáin, akkor megajándékozták és köszöntötték egymást. A középkorban azonban ez már nem így történt, hiszen a keresztény egyháznak is bele kellett helyeznie ezt az ünnepet a saját gondolatvilágába, és cirkumcízió, tehát Jézus körülmetélésének a napját tartották ennek az időpontnak, és tulajdonképpen 1582-ben a Gergely-féle naptárreform idején tették az új év kezdetét január 1-ére. De a középkori Magyarországon mégsem január 1-e volt, hanem az ellentétben a római téli napfordulóval, hiszen akkor kezdődött a Julius Caesar naptárreformja előtt az új év, a december 25-ét, tehát Jézus születését nevezték ki az új év kezdetének. És azóta tulajdonképpen a Gergely féle naptár szerint január 1-én ünnepeljük a húsvétot. Január 1-én a téli ünnepkör tagjaként január 1-én köszöntjük az új évet. Az, hogy hangosan és nagy csinnadrattával kell az új évet elbúcsúztatni, akkor az már a rómaiak óta egy ilyen szokás volt? Igen, hiszen mint minden réginek az kidobás és az újnak a köszöntés, az valami módon ki kell, hogy fejeződjön az embereknek a cselekedeteiben, és a római Janus köszöntés és az újkori, tehát a legújabbkori, meg az újkori keresztény új év köszöntése édes testvérek, hiszen itt is a régit búcsúztatják el, és az újat köszöntik nagy petárdadúrogással, trombitálással, de ennek vannak néprajzi hagyományai is, hiszen ekkor az új év hajnalán a béres legények, meg a szolgálók hatalmas nagy ostorcsattogása, állathangok imitálásával üvöltve mentek végig, és köszöntötték a gazdát, de tulajdonképpen azért, hogy valamilyen, és csak akkor hagyták abba, amikor valamilyen ajándékot kaptak. Uh-huh. Ennek a szelidebb formája, amikor a gyerekek új év napján jártak köszönteni a házakba, ez pedig a termékenység varázslással függ össze, hiszen azt kívánták a házlakóinak, hogy a termésük a következő évben jó legyen, és némi gabonamagot szórtak el a lakásban, és ezért kaptak valamilyen kis ajándékokat.
tulajdonképpen végül is minden népszokás, meg talán a babonák nagy része is abból a gyökérből, vagy arról a tőről fakad, hogy a következő esznedő egy kicsit gazdagabb legyen, bőségesebb, és kerülje el ugye az éhség, vagy akár a nélkülözés az embereket. Mennyire fértek meg egymással mondjuk az egyházi szokások, és, vagy ünnepek, meg a kifejezetten babonának számító dolgok? Egymást egészítették ki. Az egyházi ünnep az mindig olyan hivatalos volt. Tehát az nem az embereknek a belsejéből fakadó és a népi hagyományaikat tükröző cselekménysorokra vezették az embereket, hanem ez egy olyan önként vállalt, vagy rájuk erőszakolt, teljesen mindegy, hogy ki hogyan élte meg, az egy protokolláris esemény volt, hogy karácsony napján, húsvét napján, vagy szilveszter napján, újév napján elmentek a templomba, misére, istentiszteletre, áldoztak vagy valamilyen más módon kifejezték az egyházhoz való kötődésüket, és a magánéletükben pedig jóslásokat csináltak, például a lányok, hogy férhez mennek-e abban az évben, akkor a lányok 12 gombócot főztek meg, amiben az egyikben nem volt cédula, a többiben mindben egy-egy férfi nevet raktak bele, és amelyik legelőször följött a víz tetejére, akkor azt kivették, és ha abban nem volt név, akkor az azt jelentette, hogy abban az évben nem mennek férhez, vagy pedig kijött egy olyan, amiben valakinek a neve volt. De ugyanez volt az ólomöntéssel is, amikor a megolvasztott olmot kiöntötték, és annak a megszilárdult olomnak a formájából próbáltak következtetni a jövendőbeliüknek a foglalkozására. Igen. Alapvetően azért itt a szerelem meg a párválasztás, azt gondolom, hogy ez nagyon izgatta a lányok meg a fiúk fantáziáját is, meg hát tényleg a termékenységhez, meg a családhoz, meg a boldogsághoz ugye ennek is köze van. Itt az elején említettem, hogy azért az ételek vonatkozásában sem volt mindegy, hogy ugye mit fogyasztottunk mondjuk szilveszter napján, illetve az új év első napján. Mik azok, amiket azóta is megtartottunk, és megjelenik a mai gasztronómiában is, és fontos szabálya mondjuk az év utolsó napjának? Igen, a babonáknak vagy a néphiteknek máig élő hagyományai vannak, és sokan nem is tudják, hogy ez miért van. Sokan csak azt mondják, hogy szilveszterkor vagy új évkor muszáj lencsét enni, vagy babot enni. Uh-huh. És nem tudják, hogy ez annak az analógiájára történik, hogyha minél több ilyen apró magvat fogyasztunk el, akkor a következő évben bő pénzáldásba lesz részünk. Vagy miért teszünk például disznóhúst, vagy sertéshúst ebből az alkalomból? Ugye a sertés ez olyan, a disznó ez olyan állat, hogy kitúrja a szerencsét az embernek, és ez mindenképpen egy olyan analógiás átvitel egy ember életében, amire nem is gondolja, hogy most éppen ezért teszem ezt a disznóhúst, hogy kitúrja nekem a szerencsémet. A ti asztalotokra mi kerül ma este? Ma este? Hát a feleségem mindig szokott lencsét csinálni, és általában lencsesalátát csinál, tehát nem lencsefőzeléket eszünk, és ezen kívül még virslit is szoktunk enni, tehát ez valamivel csak meg kell bolondítani azt a kis lencsét. Meg egy kis pezsgővel lecsúsztatni. Igen, az természetes. Én egyébként nem vagyok pezsgős, de szilveszterkor mindig kocintunk. István, drága, köszönjük szépen, hogy itt voltál, boldog új évet kívánunk neked, és mondanám, hogy kellemes húsvéti ünnepeket, de addig még szeretettel várunk ide. Akkor is jövök és elmondom. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Kedves nézők, a népszokások után kedves kollégáinkkal beszélgetünk a szilveszteri készülődésről, hogyan zajlik náluk az év utolsó napja. És ahogy ígértem, a stúdióban már itt ülnek velem kollégáim, Hájer Zsigmond és Imán Naurel. Sziasztok! Jó estét! Szia! Hát ilyenkor már, hogyha az ember nem adásban van, és egy jó pofa házi bulira készülődik, akkor már egy kicsit olyan zizegős a hangulata.
És gondolom, hogy azért ilyen buliból jó pár volt az elmúlt évek alatt. Ha úgy visszacsúszunk az időbe, az első olyan nagy szilveszteri buli, amikor már elengedtek a szülők, az megvan? Ez az emlék? Aurélia? Hát valamikor, gondolom 16-17-18 éves koromban lehetett, de én a igazi ilyen engedd el a hajam bulikra egyetemi éveimből emlékszem. Akkoriban volt, hogy egyetemi kollégiumban töltöttük a szilveszteri napokat, mert hogy több is lett belőle hirtelen. Fordult is a mentő, vagy háromszor, de nyilván nem csak egy szűk házi buli volt, hanem egy egész kollégium szórakozott. Lebontottátok a kollégiumot? Vagy hát... Vagy csak egyszerűen így egy picit túlítátok magatokat? Igen, meg lehet, hogy így volt, igen, de ma már fizikailag nem bírnám azt, szerintem azt a terhelést, amit akkor fiatalon bírtunk. Zsiga, neked? Én szerintem 18 éves koromban, most is van már talán megint hagyománya, de egy időben óriási hagyománya volt annak, hogy itt a 80-as évekre gondolok, hogy Nyíregyházán a Kossuth tére tódult ki a tömeg éjfél körül, és azt hiszem akkor még műsor sem volt semmi, csak ilyen spontán találkozó, és akkor nagyon sokan felsétáltak Kossuth tére, aztán ott dumálgattak, iszogattak hajnalig, és valamikor szintén a 80-as években teljesen véletlenül egyszer volt, hogy Budapesten az utcán tölteni a szilveszert, úgy alakult, az is nagyon érdekes volt, nagyon sok emberrel, de mondom, ez az az időszak volt, amikor sajnos, vagy nem sajnos koromnál fogva emlékszem, hogy egy ország várta a szilveszteri tévéműsort, egy televízió volt, és az volt a szilveszteri, vagy az év csúcspontja, és a himnusz után elkezdték játszani a zenéket, és aki akart, az pedig, mondom, lesétált a Kossuth térre, vagy Pesten az utcára, és a nyitott ablakokból hallatszott ki, az az egy, vagy esetleg a rádiónak a műsora, vagy az egy tévének a műsora. Ugye igazándiból valahol minden emberben ott van az a fajta felfokozottság, hogy valaminek vége van, és valami új kezdődik, és hogyha valami rossz, akkor azt szeretnénk tényleg elbúcsúztatni, és olyan tiszta, nyitott szívvel várni, vagy legalábbis tényleg, hát ehhez nyilvánvalóan azért sok embernek kell egy kis oldás, valamilyen alkohol, vagy bármi, vagy egy jó társaság, hogy jól tudja magát érezni, és úgy tudjon átmenni az új évbe. Ugye azt szokták mondani, hogy amit először csinálsz, akkor valószínűleg az fog történni a többi napon is. Nektek vannak ilyen babonáitok, vagy ilyen mániás dolgaitok, amit mondjuk 31-én így szilveszter este mindig csináltok, vagy esztek, vagy bármi olyasmi, ami már immár tradíció a családban? Nálunk van két dolog, a feleségem ragaszkodik hozzá. Az egyik az, hogy január 1-én nem viszünk ki szemetet, a másik pedig az, hogy férfi lépj át a lakás küszöbét elsőként, ha jön hozzánk valaki, vagy pedig, ha én megyek valaki, ez akkor ugye az egyértelmű. Ha én vagyok az első, és az a szomszédokkal azért be is szoktuk tartani. Ezt meg tudod előzni, hajnalban kilopózol, és te vagy az első, akkor igen. Vagy csak hajnalban érsz haza egy buliról. De ilyen fogadalmaim nincsenek, nem szoktam. Nálunk az a szokás, hogy születésnapot ünneplünk szilveszterkor, ugyanis egyszer már mondtam egy weekend műsorban, hogy 4 gyermekünk van, és az az érdekesség, hogy a 4-ből 3 az első 3 szilveszter napján született. 2005-ben, 2009-ben és 2014-ben így nekünk egy teljes mértékben átalakult a szilveszter. De gyakorlatilag... Szerintem lehet, hogy nincs is az országban még lehet, egy ilyen házaspár. Hát, a világon nincs. Vagy a világon nincs. Hát nem tudom. Különleges csemegék vagytok. Úgyhogy a gyerekek ragaszkodnak hozzá, hogy mindenkinek külön-külön van születésnapi torta, tehát nem egy nagy van, hanem 3 darab. Az utóbbi néhány évben a feleségem szeret süteményeket készíteni, tehát már ő csinálja a tortákat, és ez a gyerekek ragaszkodnak is, úgyhogy mi ünnepléssel töltjük a szilvesztert. Hát gyakorlatilag egy jó nagy születésnapi buli. Egy hatalmas születésnapi buli. És a negyedik egy kicsit nem mérges, hogy ő nem szilveszterkor született? Hát nem érzi, hogy két éves még most annyira nem mérges, meg nem akartuk megreckírozni már, hogy akkor ő is szilveszteri legyen. Így akkor október 23-át döntöttük el, így akkor 23-án októberben született. Ugye mi magyarok olyan magyar módon szoktunk ünnepelni, de hát azért ti is világlátott emberek vagytok, utaztatok is, jöttetek, mentetek. Van-e olyan dolog, amire nagyon vágytok, vagy van-e olyan hely, ahol mondjuk szilvesztereznétek szívetek szerint, ha lehetne, és akár ott ünnepelnéd mondjuk a gyerkőcök születésnapját? Én egyszer egy szilveszter Szlovákiában síelni voltunk, ott töltöttem, az is nagyon érdekes volt, de mondjuk én megnézném, hogy milyen új szilveszterezni, hogy nincs hó, nincs hideg, hanem mondjuk süt a nap és meleg van. Ausztráliában el tudnék képzelni Sydneyben egy szilveszert mondjuk. Hát nekem volt szerencsém, és éppen egy szilvesztert töltöttem Ausztráliában. Hát az
sokszor elmondom, hogy amikor január 1-én, ugye ott este, nem tudom, 8 óra volt, 32 fok, és úgy belefeküdtem a medencébe, és néztem a csillagokat úgy, és hiába telefonáltak itthonról, hogy nagyon nagy a hó, meg nagyon hideg van, hát csak ezt tudtam erre mondani, hogy ne haragudjatok, én meg nagyon messze vagyok, és nem tudok azonosulni a problémával, de az mindenképpen egy nagyon izgalmas dolog, igen, amikor egy meleg országban köszöntöd a szilvesztert, vagy akár mondjuk a karácsonyt, mert nyilván az is egészen más egy óceánparton. És még egy dolog volt ilyen korábban, nem tudom, hogy van-e, volt egy repülőjárat, amelyik az időzónákon áthaladva úgy haladt, hogy folyamatosan Mindig éjfél volt, és minden áthaladásnál kocintottak a szilveszterre. És utána mondta, mindegy, hogy mi volt, mert szerintem mindenki időcsapdában volt. Amúgy ugye a mai műsorban többek között arról is szó volt, hogy mennyire megváltoztak akár az étkezési, akár az alkoholfogyasztási szokásaink. Ha ezt így végignézitek, akkor nem csak azért, mert már nem bírjuk annyira, de ebben van változás? Ti hogy látjátok a buli, illetve az alkoholfogyasztás tekintetében? Nálam igen, tehát én már nem, őszintén szóval nem vágyom arra, hogy most akkor ameddig csak lehet, hanem sokkal inkább, lehet, hogy amiatt, hogy a születésnapokat ünnepeljük, és hogy nyilván a gyerekekre fókuszálunk elsősorban, nekem már ez úgy kikopott ez a nagy duhajkodás. Nem csinálunk ilyesmit, ételekre odafigyelünk, szeretünk sütni, főzni, és elsőjén meg ugye a megfelelő ételeket enni, gondolom nálatok is, Zsiga. Igen, így van. Igen. Meg hát tavaly is speciális volt a szilveszter szempontjából, milyen például úgy volt, hogy 8 órától kijárási tilalom volt, egy barátunknál gyűltünk össze, elkezdtük 4 órakor, vagy 3 órakor közös sütés, ettünk, ittünk, egy picit beszélgettünk, szólt a zene, és akkor axit 3-1-8-kor szó szerint. Igen, és otthon. Tényleg a tavalyi évben volt, vagy pedig kénytelen voltál ott aludni, ugye, a barátaidnál, hogyha... Olyan is volt, mondjuk a gyerekek úgy csinálták. Tovább tervezted. Igen, karanténban voltunk, úgyhogy nagyon jó volt. Hogyha mondjuk így a munkát is egy picit belecsempészszük most itt az év végébe, ugye gyakorlatilag egy televíziós egy kicsit olyan, mint egy tűzoltó, vagy egy mentős, mert ha esemény van, akkor ott kell lenni, és azért a rádióban is, sőt, ugye te pedig rádiósként is, Aurél, ott kell, hogy a hangulatot folyamatosan mondjuk ezen a napon is a műsorvezetők föntartsák. Tiszteletben tudjátok tartani a saját privát szórakozásotokat és az ünnepeteket, vagy azért sokszor alárendelődik ez a munkának? Én a tavalyi évet mondjuk nem 31-én, de 30-án konkrétan Kisvárdán voltam egy kézilabda meccset közvetíteni. Valamelyik operatőr kolléga, nem tudom melyik kamera mögött állott voltunk, hát éjszaka értünk haza. Most is van meccs egyébként, csak annyira Kisvári idegenben játszik a Fradinál, úgyhogy az én szempontomból ez most ennek nincs jelentőség. De volt már, hogy 31-én dolgoztam, valamilyen jeges rendezvény volt, sport, forgattam, tehát én nem csinálok tekintve, hogy ezt csinálom jó néhány évtizedem most már. Van, aki ilyenkor dolgozik, tehát itt voltak a mixerek, ők is dolgoznak, a vendéglátósok dolgoznak, azért taxisok dolgoznak, közlekedés nem áll meg, mentő kórházak a jelen helyzetben hatványozottan, tehát azért sokan dolgoznak ilyenkor is. Ilyenkor a 31-ét lélekben egy kicsit odébb rakjuk, és aki akar bulizni, azt tulajdonképpen akár előtte, akár utána meg tudja csinálni. Persze, egy tévéstábnál meg még az is előfordulhat, hogy olyan helyen van, hogy együtt bulizik, dolgozik, és meg bulizik is egy kicsit. Először megcsinálja a munkát, utána kocintanak. Hát, ha jó a csapat. Lesz újévi fogadalom bármi, amit 2022-ben másképp szeretnétek esetleg? Én fogadalom nem lesz, én azt szeretném, hogyha mondjuk egy év múlva megint itt beszélgessünk, akkor a világjárványról múlt időben beszéljünk, és ez így lesz, akkor szerintem mindenki elégedett és boldog lesz. Így legyen. Én is ezt kívánom. Na hát fiúk, akkor nagyon-nagyon boldog új évet, bármivel kocintottok, bármit fogyasztatok, azt tegyétek jó szívvel és vidáman, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is, hogy boldog új évet neked is, és a nézőknek is, mindenkinek. Kedves nézők, ezzel véget ért a Weekend első része, a híradó után is tartsanak velünk, zenével megyünk tovább. A nyíregyházi melanzs zenekarral búcsúzom önöktől. Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánok az egész stáb nevében. Tartsanak velünk 2022-ben is. Viszontlátásra!
just met this 5'7" guy's is just my type. I like the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his bag of jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, been to MIA, heard the Cali never rains and New York's hard ways. First, let's see the West End. I'll show you to my bread friends. Take me to New York, I love to see LA. I really want.
is my big bad handsome
just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. I just can't get enough. I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Oh, too, 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 too. When you
hacer, hay tanto.